Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel március 8-án jelenik meg. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint a Danista holdházban van, és kihat erre a napra. Ez azt jelenti, hogy itt lesznek most elismerések, sikerek, jó kapcsolatok. Vannak célok, ami megvalósítható. Uránusz bolygó, az jelenti a meglepetéseket, jelenti a változásokat. A következő napokban a nap egy jó kapcsolatban lesz Uránusz bolygóval, és az azt jelenti, hogy látható, hogy milyen változások lesznek. Vagy kiderül a valóság. A napokban Mars bolygó egy rossz kapcsolatban van Uránusz bolygóval, tehát egy időben hatnak, a nap jó hatással, Mars bolygó rossz hatással, ami jelenthet akadályokat, kihívásokat, vagy azt is, hogy te tudod, milyen irányban lesznek a változások, de valaki megpróbálja ezt megakadályozni. Ami a politikai eseményeket illeti, a nap megvilágít bizonyos témákat, kiderül a valóság, láthatóvá tesz valamit, látjuk azt, hogy mi történik, viszont Mars bolygó nincs jó kapcsolatban Uránusz bolygóval, és Mars bolygó jelentheti ezeket a háborússágokat, hiszen Mars bolygó az Áres a görög mitológia szerint, és Áres az a háborúknak az istene. Tehát itt vannak kihívások, nehézségek, vannak bizonyos személyek, akik akarják azt, hogy ez a háború tovább folyamodjon. Nem akarnak békét. Tehát itt vannak kihívások, nehézségek, viszont kiderül az igazság, valami napfényre kerül, mert a nap és Uránusz bolygó kapcsolata jelenti azt, hogy megvilágít majd számunkra bizonyos témákat. És megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, az itt felül látható. Itt a piros szív mindkét kártyán jelenti a szívügyi dolgokat, a szeretetet, a szerelmet. Itt inkább a múltról van szó, és a múltban volt egy kis húzavona. Mert ő nem mutatta ki nyíltan azt, hogy mit érez. De most lesz egy fordulat, lesznek változások, mert ő közeledik hozzád. Ki fogja mutatni az érzelmeit. És itt látható, hogy meg lesz köztetek a harmónia. És mik az érzelmei? Itt látható az egyedüllét. Lehet, hogy még kicsit visszahúzódó, de mint itt a tervei mutatják, itt változik majd a helyzet. De ha tényleg így van, hogy egyedül akar lenni, vagy visszahúzódó, nem kell arra gondolni, hogy van valakie, hiszen itt látható, hogy egyedül van, itt nincs más nő az ő környezetében, vagy az ő lelkében, az ő szívében. Itt arról van szó, hogy néhány napig egyedül akar maradni. És itt ez a kártya utal arra, hogy mennyire fontos, hogy bízz meg benne. Lehet, hogy ő nem közli azt, hogy mit akar, vagy hol van, vagy mi van vele, előfordulhat, hogy bizonytalan vagy, és arra gondolsz, hogy be akarja fejezni a kapcsolatot, le akarja zárni, vagy van egy más nő a környezetében. Nem, itt arról van szó tulajdonképpen, hogy néhány napig egyedül akar maradni, ki akarja pihenni magát, itt lesz gyógyító erő, lesznek változások, megújulások, és kell a bizalom. Ezt ő elvárja tőled, hogy bízz meg benne. Mit fog tenni? Itt kezébe veszi a botot, és az a bot szimbolizálja a tűz elemét, és a tűz eleme az mozgásba jön. Tehát ez a helyzet, hogy ő egyedül van, vagy visszahúzódó, ez hamarosan elmúlik, hiszen közeledik hozzád, lelkesít téged, meg lesznek a szenvedélyek, és ő fellép itt, mint egy király, aki uralkodik, büszke, és elvárja azt, hogy megbecsült őt, hogy feltekints rá, hogy úgy néz rá, mint egy uralkodóra. A kezében van ez az arany kehely, ami jelenti az érzelmeit. Akkor is, ha a múltban nem beszélt szerelemről, szeretetről és bizonytalan voltál, most lesznek változások, megújulások, kimutatja az érzelmeit, de hozzá kell tennem, vannak elvárásai. Mi fűz össze benneteket, azt mutatja a magyar kártya, mint már többször említettem, a férjem készítette ezt a kártyát, és itt látható az ő betű. Most elgondolkozhatsz azon, mit jelent számodra ez a betű. Leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Én megmondom őszintén, nekem nem jutott eszembe egy név Ü betűvel. És mivel nem jutott eszembe, én a kompjúterben utána néztem, hogy melyik név kezdődik ezzel a betűvel, és találtam egy nevet, Üdvös. És én ezt a nevet még soha életemben nem hallottam, bizonyára egy ilyen új, modern név, de ha neked eszedbe jut egy név, Ü betűvel, nyugodtan leírhatod a kommentárban, örülök neki. Mint város, Üllő jutott eszembe, és fogalmak vannak, üdülő, ügyes, üdvözlet. Most más fogalom nem jut eszembe, de bizonyára nálad majd jönnek szavak, akkor leírhatod nyugodtan a kommentárba. A régi írásmód, a rovás írás, itt középen látható, régen így írták az Ü betűt, és vannak a németeknél a rúnák, azok hasonlóak, mint a rovás írás, de ilyen hasonló szimbólumot ezúttal nem találtam. Viszont ami nekem eszembe jut erről a képről, az a tárókártya, mutatom is, és itt ez a 4 vonal, ez jelentheti a 4 irányt, északot, délt, nyugatot, keletet, tehát lehet itt egy utazás, változások, irányváltoztatás. Amit itt ez a 4 szimbólum a tárónál is, és itt is jelent, a 4 évszak, tavasz, nyár, ősz, tél, tehát itt lesz egy új irány, meg az időpont is, hogy melyik évszakban lesznek itt sorsdöntő változások, és itt középen látható egy hölgy, itt is középen látható ez a kereszt, az szimbolizál bennünket, a mi énünket, mi állunk a középpontban, mi változtatunk itt ezen a keréken, a sors kerekén, hiszen lesz egy új irány, vagy egy időpont, lesznek komoly döntések. Hogy te hogy értelmezed ezt a rovás írást, ezt a szimbólumot, nyugodtan leírhatod a kommentárba. Azon kívül Még jön a napi üzenet, majdnem, hogy elfelejtettem. Itt kinyílik egy ablak. Ez lehet egy internet kapcsolat is. Amit a kép még jelent, nyisd ki az ablakot, tekints kifele. Itt van a természet, az állatok, a növényzet. Azon kívül, ha megnézem ezt a képet, nekem úgy tűnik, minthogyha ez a hölgy várna valakire. Egy látogató közeledik. Lehet, hogy ezen a napon így lesz nálad is. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!